rendezett szűkörű ünnepségen Horváth Imre városplébános és dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere gyújtotta meg a szeretett lángját. Vasárnap este a Máriaszobornál meggyújtották a negyedik lila színű gyertyát, mely a szeretetet jelképezi. Advent negyedik vasárnapja a beteljesedést, a várakozás végét szimbolizálja. Tudjuk jól, hogy ez a karácsony ez nem lesz olyan, mint amelyet megszokhattunk, mint az eddig mögöttünk hagyott karácsonyok voltak. Ennél fogva mi itt Sopronban összehívtuk, összeszerveztük a legnagyobb jótékonysági akcióját a városnak. December 24-e és december 27-e között a Kossuth Lajos utca 10 szám alatt a Soproni Szociális Intézmény épületének udvarán egy erre szolgáló sátorban napi 300 melegételt tudunk kiosztani az arra rászorulóknak, illetőleg tartós élelmiszercsomagot is tudunk osztani azoknak, akik ezt igénylik. Várunk mindenkit sok szeretettel. Ebben az akcióban részt vesznek soproni sportszervezetek, vendéglátóipari egységek, magánszemélyek, és az önkormányzat is a szociális intézményen keresztül. A jelszavunk az, hogy adni jó, a célunk pedig az, hogy minden soproni polgárnak, minden soproni gyermeknek, minden soproni családban valóban áldott, békés és boldog legyen a karácsony. Dr. Farkas Ciprián arra is rámutatott, hogy ebben az esztendőben a szeretet, az összefogás és a közösségi felelősségvállalás is kiemelten fontos a mindennapokban. A negyedik gyertyát Sopron polgármestere Horváth Imre városplébánossal együtt gyújtotta meg. Nagy Gáspár Kossuth-díjas költőnk írja egyik karácsonyi versében, el kell érnünk Betlehembe. Tulajdonképpen az advent ebben akar segíteni, hogy mindannyian elérjünk Betlehembe, vagyis találkozzunk azzal az Isten fiával, Jézus Krisztussal, aki értünk emberré lett. Szokatlan volt ez az advent, egy kicsit más lesz a karácsonyunk, de a lényege ugyanaz. Jézus Krisztust ünnepli a keresztény világ, aki értünk lett emberré, és ez nagy remény és örömüzenet ebben a pandémiás korban, hogy nem vagyunk egyedül, velünk az Isten. A városplébános kiemelte, a koronavírus járvány miatt az idei advent az önmagunkba fordulás és az elcsendesedés időszaka, mely kiváló alkalmat nyújt arra, hogy erősítsük a reményt egymásban.